Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai igen forró délutánon. Közel-Keleten is jó idő van, ott már hozzászoktak, nekünk még ezt gyakorolni kell. Egy kicsikét ilyen forró témát is hoztam a mai délutánra. Egy nagyon érdekes történet az Ószövetségből, számtalan tanulsággal, és amiről ma beszélni fogok, nem fogjuk az egész részt pontról pontra végigvenni, hanem a legfontosabb tanulságokról szeretnék beszélni az idegen tűz kapcsán. Nyissuk is ki Bibliánkat Mózes harmadik könyvének a 10. részénél, és az első 11 verset szeretném felolvasni alapigeként. Tehát Mózes harmadik könyve, 10. rész, első 11 vers. Áron fiai, Nádáb és Abihu pedig vették külön a tömjénezőjüket, szenet tettek bele, és füstölőszert raktak rá, és idegen tüzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik. Ekkor tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Mózes így szólt Áronhoz, ez az, amit az Úr így mondott, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Áron pedig mélyen hallgatott. Ekkor Mózes szólította Misáját és Elszafánt, Áron nagybátyjának, Uzzélnek a fiait, és ezt mondta nekik, gyertek ide, vigyétek ki atyátok fiát, a szent hely elől a táboron kívülre. Erre oda mentek és kivitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint Mózes mondta. Ezután azt mondta Mózes Áronnak és fiainak, Eleázárnak és Itamárnak. A fejeteket ne hagyjátok fedetlenül, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen. Atyátok fiai pedig, és Izrael egész háza. A gyülekezet sátrának bejáratán sem menjetek ki, hogy meg ne halljatok, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És Mózes beszéde szerint cselekedtek. Áronnak pedig így szólt az Úr, bort és szeszes italt ne igyatok, se te, se a fiaid, amikor bementek a gyülekezet sátrába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre, hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, tiszta és tisztátalan között, és hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelkezésekre, amelyeket az Úr mondott nekik Mózes által. Elég megrendítő történet ez, és sokszor még jó szándékú keresztényekben is rengeteg kérdést vett fel ez, hogy egy látszólag egy jó indulatú vallásos tevékenységnek miért kellett ilyen tragédiával és katasztrófával végezni. Ebben a szakaszban többször olvasunk arról, hogy ha bizonyos dolgokat még ezután is megtesznek, akkor Isten ítélete fog érkezni halál formájában. És fontos ezt a történetet is az Új Szövetség felől megközelítenünk, és látnunk azt, hogy ez a történet is a mi tanulságunkra íratott meg. Majd látni fogjuk azt a hat alapelvet, ami az idegen tűznek a kialakulásához vezethet, amin ez a két fiatal ember, Áronnak a fiai végül is belekeveredtek, és azt látni kell, hogy ezek az események a Szent Sátornál történnek, és itt a papsággal kapcsolatban csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy Istennek az volt a terve, amikor Ábrahámot elhívta, illetve megsokasodtak, és Egyiptomba letelepedtek, majd kihozta őket kinyújtott karral, erős kézzel, hogy maga az egész nép, tehát a megváltott, a véren megváltott zsidó nép legyen önmaga kompletten szent királyságá, szent papságá, és az egész nép ebben a papi és királyi szolgálatban legyen. Majd láthattuk azt, hogy a aranyborjú eseménye miatt Isten végül is Áron és családját, illetve a lévitákat választja ki konkrétan a papi szolgálatra, illetve a szentély körüli szolgálatra, és az Új Szövetség ilyen szempontból számunkra nagyon érdekes, mert Istennek ugyanaz a terve van az Új Szövetségi Eklézsiára is, hogy az Isten királyságát képviseljük ezen a földön, úgy, hogy mi magunk is szent papság, szent királyság vagyunk, megtartásra való nép. A Péter apostol első levelében olvashatunk erről. És azért is lényeges ez, mert maga a Szent Sátornak a felépítése, a Szent Sátornak a szimbólum rendszere, illetve a Szent Sátorban zajló események, azok mind-mind mintái a mennyei Isten tiszteletnek, amelyet Mózes kapott a hegyen az Úrtól. Azt kellett maradéktalanul megépítenie, elkészítenie, és éppen ezért a Szent Sátornak a jelentőségét nem nagyon lehet túlértékelni a Bibliában. Külön meg lehetne vizsgálni, hogy a Szent Sátornak a felépítése hogyan vonatkozik az embernek a személyiségére, a testére, a lelkére és a szellemére, hogyan vonatkozik a Krisztus testére, hogyan vonatkozik az egyházra, és itt különösen azért érdekes, mert hogy korábban is hallottunk erről a
gyülekezeti istentiszteletek mintája is jó rész az Ószövetségben gyökerezik, illetve bibliai gyakorlaton alapszik, és nem véletlen, hogy sok gyülekezetben, amikor Isten szent lelke kiárad, Isten szelleme megmozdul, akkor a gyülekezet vagy tudatosan, vagy nem tudatosan végigment azon a hét lépcsős folyamaton, ami a Szent Sátor bejáratától a Szentek Szentjéig zajló folyamat. Nagyon érdekes volna ezeket egyen-egyenként végigvenni, akár azzal kezdve, hogy bemegyünk a kapuin hálaadással, dicsérettel, középpontba helyezzük az Urat, oda szánjuk a testünket, megmossuk magunkat, belépünk a szentélybe, Isten világosságába kerülünk, elkezdjük őt imádni, táplálkozunk az igéjével, és végül a Szentek Szentjébe is el tudunk jutni. Nagyon gazdag, rengeteg szimbólumot, új szövetség utalást is találunk ezekben, és ha az Úr is megsegít, hogy mondtam, ezt talán majd egy bibliaiskola keretében szeretném majd ezeket feldolgozni. És ilyen szempontból kell nézni nekünk ezt a dolgot, hogy miért is történhetett meg ez a dolog ezzel a két fiúval, és milyen tanulsága van elsősorban ez a mai napra is nekünk. Nézzük meg röviden akkor a történetet. Azt láthatjuk az igéből, ez a Mózes harmadik könyvének a 10. részében van. Az első 8 fejezet arról szól, hogy milyen áldozatokat és hogyan, milyen formában kell bemutatni Istennek. Ennek a részletezésétől most eltekintek. Itt a lényeg azonban, hogy volt egy 7 napos felkészülési időszak Izrael népének és a papoknak, miközben Mózes elmondta, hogy mit, hogyan kell áldozni, Isten mit mondott ezekkel kapcsolatban. És a 9. fejezetben olvasunk arról, hogy miután a papokat felkenték Istennek a kenetével, megkenték őket az áldozati állat vérével, elkezdték felszentelni úgy a sátrat, illetve az áldozatokat bemutatni, hogy a 9. rész végén azt olvashatjuk, hogy maga Istennek a tüze jött le, és maga Istennek a tüze gyújtotta meg az oltáron lévő áldozatot, és ez volt az a mennyből jövő tűz, az az isteni tűz, amelyet soha nem lehetett hagyni, hogy kialudjon az oltáron. Ez kulcsfontosságú lesz, mert utána Istennek jön majd még egy tűze, a 10. részben elől olvashatunk, de itt az a tűz érkezik a mennyből, ami Istentől való, és soha nem lehetett, tilos volt a papoknak engedni azt, hogy ez a tűz bármikor is kialudjon vagy elaludjon, és ezt folyamatosan égve kellett tartani, akár fa hasábok által, akár különböző áldozatok által, de általában azért bőven volt ezzel kapcsolatban áldozat. És ez az esemény a 9. rész első verséből tudjuk, hogy a 8. napon történt. Ez mindig jelentőség teljes, mert a Biblia nem mindig köt eseményekhez számot, és amikor a Biblia egy eseményekhez számot köt, bibliatanulmányozás szempontjából ez nagyon kulcsfontosságú, hogy oda kell figyelni, hogy a Szentlélek ezáltal mit akar üzenni. A 8. nap a Bibliában mindig valami újnak a kezdetét jelenti. Mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten egy új dolgot kezd, Isten egy új dologgal kezd el foglalkozni, vagy Isten népe életében valamilyen új dolog következik be. A rabbik ezért ezt természet fölötti számnak vagy napnak is hívják ezeket az eseményeket. Csak nagyon röviden, nem fogjuk nyilván végigvenni, a Noé és bárkájában hány lélek menekült meg? Megmenekül 8 lélek, Isten elkezd egy új dolgot, behoz egy új szövetségi rendszert, Noé fiaival újról benépesíti a földet. Ábrám utódai mikor lépnek be a szövetségi rendszerbe, amikor körülmetélik őket a 8. napon. Teljesen elkezdődik egy új dolog egy zsidó kisfiúnak az életében. Itt láthatjuk, hogy a sátornak a felszentelése is a 8. napon történt. Salamonnak a temploma is a 8. hónapban készül el és kerül átadásra, és megszűnik a gibeoni áldozó oltár és a dávidi típusú dicsőítés kontrasztja, és a 2 egy helyre kerül be a salamoni templomba. De például, amivel Isten újat kezd és egy új szövetségi rendszert hoz létre még Izraelen belül is, Dávid is a 8. fiú volt a családban, és Isten belekezdi el ezt a dolgot. És hát nyilván számunkra a legfontosabb új kezdet Jézus Krisztusnak a feltámadása, ami a 8. napra történt, a hét első napján. És éppen ezért érdekes látni ebből a szempontból, például a jelenések könyvét is, hogy a jelenések könyvében nincsen 8 csapás. Mindig 7 van, mert Isten nem kezd újat. Hát Isten nem hagyja abba az ítéletnek a folytatását, hanem újabb 7. ciklus kezdődik, nincsen 8. csapás, nincsen kegyelem és nincsen irgalmasság már ebben az időszakban, amit azért a mai korban is illik figyelembe venni. Jó, tehát ezt látni kell, hogy a 8. napon történnek ezek az események, és itt nem csak Áron életében kezdődik egy új dolog, hogy elveszíti 2 fiát, hanem a nép életében is egy új dolog kezdődik. Egy
egészen más módon látják meg Istennek a szentségét, mint amit korábban a Sinai hegynél láttak. Itt teljesen más módon mutatkozik meg Istennek a szentsége a Szent Sátor kapcsán. A két fiúról csak nagyon röviden, nem sok mindent találunk róluk ugye a Bibliában, főleg, hogy ugye korán meghaltak. Nádáb azt jelenti, hogy készséges, önkéntes, segítők. Hiszen egy olyan fiúról van szó, aki egy jól nevelt gyermek, hallgat apuci anyucinak a szavára, tehát egy ilyen engedelmes, csendes gyermek, látszólag semmi probléma nincs benne. Abihunak pedig az a neve, hogy Isten az ő atya, tehát egy nagyon jó pedigrével rendelkező család, és lehet tudni róluk, hogy ők tulajdonképpen a főpapi, úgymond széknek a várományosai, Áronnak a halála után. Kiválasztottak és felkentek voltak. Nagyon érdekes, ahogy mondtam, az első 8 részben olvashatunk erről, hogy hogyan és milyen módon öltöztetik fel a papokat a különböző ruhába. A Áronnak a leszármazottai voltak a papok, ők végezték az áldozati szertartásokat, míg a léviták azok voltak, akik a Szent Sátor dolgaiban ügyködtek, Kéhát, Mérári és Gersom, ők voltak azok, akiknek szépen megvolt, hogy a Szent Sátor környékén éppen mit, hova vigyenek. Ők voltak a vezetők. Nagyon érdekes, hogy a Biblia vénekkel együtt említi őket a Mózes második könyvében, Áronnal együtt. És a történet szempontjában nagyon fontos megérteni azt, hogy látszólag miért volt Istennek ez az ítélete ennyire radikális és durva, hogy ők lettek volna tulajdonképpen a következő főpapok. És képzeljétek el, hogy ezek a gyermekek úgy kezdik el a szolgálatot, hogy engedetlenséggel, majd látni fogjuk a bűneiket, lázadással, és ezek lettek volna a következő főpapok. Teljesen tönkretették volna Izraelnek az Isten szerint való Isten tiszteletét, áldozatát és mindenféle rendszert, mert ha ezt Isten megengedi büntetlenül, akkor utána már bármit meg fognak tenni. És később látjuk majd a papság kapcsán, majd Éli fiainál is, hogy miket követnek el. Az egy külön érdekes történet, hogy őket miért nem csapta agyon Isten. Ott van egy kulcs szó, majd akit esetleg érdekel a végén, erről fogunk beszélni. És kiváltságos személyek voltak. Azt olvashatjuk például a 2 Mózes 24.1-ben, ezután ezt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu és Izrael vénei közül 70-en és boruljatok lelőtte távolról. Majd 10. vers, és látták Izrael istenét, és az ő lábai alatt valami zafírfényű tárgy volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Tehát ez a két fiú ott van az apjával, Áronnal, Mózessel, a vénekkel, és látják Izrael istenének a dicsőségét. Tehát számukra Istennek a dicsősége, Istennek a jelenléte nem egy ismeretlen dolog volt, nem egy idegen dolog volt. Tudták, hogy meg sem közelíthetik azt a helyet, tehát nem voltak tudatlanságban azzal kapcsolatban, hogy Istennek mi is a szentsége, mit is jelent Istennek a szentsége, mit jelent a Szent Isten jelenlétében és közelségében lenni. Jó, tehát nagyon röviden ezt kell látni erről a két fiatalról, hogy látszólag normális, rendezett családi háttérre rendelkeztek, ki voltak képezve a papság minden tudományára, és mégis azt látjuk, hogy egy valamit elkövettek idegen tűzzel, és Isten ítélete azonnal lesújtott rájuk. Azt olvashatjuk a 10. részben, hogy idegen tüzet vittek Isten elé. Tulajdonképpen egy áldozatot akartak bemutatni, amiből több probléma is fakadt, és ez az idegen tűz az azt jelenti, a héber szöveg nem teljesen segít nekünk, mert valóban azt jelenti, hogy idegen, eltérő, valamilyen szokatlan, nem megszokott dolog, de ugyanezt használja a héber kifejezés a parázna nőre is. Példabeszédek könyvében az idegen azt, hogy nagyon sokszor ezzel a kifejezéssel van kifejezve. Tehát magyarul az a két fiatal olyan tüzet használtak egyébként egy normális dologhoz, egy áldozati dologhoz, amely idegen tűz volt, és ennek szinte majdnem biztos, hogy az volt az oka, hogy ezt a tüzet nem arról az oltárról vették, ahonnan venni kellett. Mutatok egy képet, ezen talán kicsikét úgy érthetőbb lesz. Itt van a Szent Sátor, és itt van ez a nagy rész oltár, az égő áldozati oltár, erre csapott le Istennek a tüze, amit elő van, és amikor a papok meggyújtották a mécsest a sátorba, a szentély részben, vagy pedig reggel és este a füstölő áldozatot bemutatták, akkor innen kellett az Isten által meggyújtott és folyamatosan égve tartott oltárról vinni a tüzet. Na, a két fiú nem innen vitte a tüzet, hanem egy idegen tüzet vitt. A pontos helyét nem tudjuk, azt tudjuk a 9. részből, vagy 8. részből, hogy itt a bejáratnál, a kapunál volt egy kis pici ilyen kis maszek konyha, egy kis ilyen kis sufni konyha, ahol húst főztek, és lehet, hogy a két fiú innen vett parazsat vagy tüzet, pontosan nem tudjuk, de más leírás nincsen ezzel kapcsolatban.
És azt lehet látni, hogy egy olyan tűzzel akartak szolgálni, egy olyan idegen tűzzel akartak bemenni Istennek a jelenlétébe, amelyet Isten nem parancsolt meg, Isten nem engedett. Mi volt még ezzel az idegen tűzzel a legnagyobb probléma? Ha megnézitek az oltárt, amiről beszéltem, itt folyamatosan mentek az áldozatok. Az Istentől jövő tűz, az mindig vérrel volt keverve. Az idegen tűzben nincs vér. Tehát egy olyan módon akarták Istent megközelíteni, olyan módon akartak Istennek szolgálni, amelyben nem volt ott az áldozat, és nem volt benne a vér. Új szövetségi értelemben ez rendkívül fontos számunkra, hogy nagyon sokan lelkesednek, tüzesednek, meg égnek az Úrért látszólag, csak nincs semmi közösségük az Úr Jézus Krisztussal. Nincs ott a vér az életükön. Csak egy emberi erőlködés és emberi machináció van. Jó, tehát ezt kell látni, és akkor itt van a szentek szentje, a menóra, a füstölő, illetve a szent kenyereknek az asztala. És ez a füstölő is nagyon érdekes, hogy majd látni fogjuk, szintén egy probléma volt, hogy ezt a füstölőt akármikor nem is lehetett használni. Tehát csak reggel és este, és nem is két személy, hanem mindig csak egy személy végezhette el a füstölő áldozati oltáron a illatáldozatot, és a mózesi könyvekben szinte majdnem kizárólag ez a főpapnak a dolga volt, nem pedig a utódoknak a dolga. Tehát már itt látjuk azért, hogy a fiatalok nagyon sok olyan dologba belenyúltak, nagyon sok olyan dologba belefogtak, amihez igazából nem kellett volna, illetve amiből problémájuk származott, és talán egy kicsit értetlen a történetből, hogy Isten megemészti őket, aztán hogy tudják kivinni a holttestüket. Itt szó szerint nem arról van szó, hogy szénnégtek meg elégtek, hanem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen villámcsapást. Tehát, hogy nem ég el a test, de gyakorlatilag ilyen szívleállás alakul ki, vagy valami ilyesmi. Ezt hasonló szövegkörnyezetben máshol is használja még az ige. És azt kell igazából megérteni, hogy ez egy látszólag egy vallásos jó cselekedet volt, teljesen normális dolognak tűnt, hogy valaki szolgál az Úrnak. Azt se lehet mondani, hogy ezek a fiatalok bálványt imádtak, azt se lehet mondani, hogy nem az élő Istennek akartak szolgálni, azt sem lehet mondani, hogy nem a szentély területén voltak. Tehát nagyon sok minden pozitív dolog volt, és mégis azt látjuk, hogy Isten elég hevesen reagál erre a dologra. És az első ilyen tanulság ebből a történetből, hogy a Szent Isten jelenlétében nincsenek kis bűnök. Tehát a Szent Isten jelenlétében nincsenek kis bűnök. Mi sokan keresztények is, de a világiak is nem értik azt, például a Bibliát csak úgy felületesen ismerik, hogy miért volt akkora nagy tragédia például, és vezetett az emberiség bűnesetéhez, illetve a kiüzetéshez, annak a gyümölcsnek a fogyasztása. Olyan nagy dolog volt, az beleharapna abba a gyümölcsbe. Vagy például, amikor Lótné született szodomai Gizella, megy ki fel a városból, és azt mondja Isten, hogy ne nézzél hátra. Hátrafordult és sóbáványá vált. Olyan nagy dolog volt ez, hogy csak megfordulok, és megnézem azt, hogy mit hagytam hátra. Honnan menekülök el, mit hagyok ott. Olyan nagy probléma volt ez. Hogy ott van például Uzzának a története. Teljesen jó szándékú volt Uzza. Vitték az ökrök a szekéren a frigyládát, megbillent egy picit, Uzza be akart segíteni Istennek, és megérintette a ládát, és azonnal meghalt. Látszólag ugye ilyen nagyon kis pici apró dolgok, mi olyan hamar túllépünk ezeken, hogy hát biztos, hogy ennél nagyobb disznóságot is csináltunk már hívőként, és hál' Istennek még, hogy nem csapott le ránk az Úr, és sokszor nem értjük ezt a dolgot. De egy picikét jöjjünk közelebb, mert ez ugye Ószövetség volt, ott van Anániás és Szafira. Az első gyülekezet, az első közösség, megy a dicsőítés, megy az imádat, megy az adakozás, minden rendben van, és akkor jön egy házaspár, akik úgy döntöttek, hogy egy ilyen maszek pénzügyi tevékenységet még ott mellette levezényelnek, és hazudtak a Szentléleknek, és azonnal meghaltak. Isten tisztelet közben. És gondoljatok bele, hogy azért milyen Isten tisztelet lenne az, hogy két-három halottas kocsi lenne itt a keresztény közösségekben, hanem a kegyelem korszaka lenne. És ugyanúgy, ahogy Anániás és Szafér is a kezdeti időszakban mutatta meg Isten az ő szentségét és hatalmát, ugyanígy a Szent Sátornál is ebben a kezdeti időszakban, és azt olvashatjuk itt a konklúzió kapcsán. Érte még egy dolgot még azért elmondanék, hogy azért Uzza történeténél két dolgot nagyon figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy ha a Krónikák könyvének a nemzetség táblázatát jól olvassuk, akkor ő Kéhát családjából származott, tehát olyan személy volt, akinek volt lévitai ismerete, és tudta, hogy hogy kell vinni a frigyládát, és azt is nagyon jól tudta, hogy nem kell megérinteni. A másik pedig az apukáját hogy hívták? Amminadáb.
Nagyon ritka név a Nádába Ószövetségben, de az apukáját is egy olyan szem Nádábról nevezték el, és biztos, hogy tisztában volt a család, hogy a felmenők között, illetve a léviták között azért milyen tragédia történik. Tehát Uzzánál lehet látni, hogy ő sem volt azért maradéktalanul és teljesen ártatlan ebben a történetben, mert legalább két dologról biztosan tudnia kellett neki. Jó, tehát ezt kell látni a két fiatalembernél, hogy bevittek egy idegen tüzet Istennek a jelenlétébe, idegen tűzzel akartak áldozni, és amikor meghalnak a fiatalok, akkor Áron mélyen hallgat, és azt mondja Mózes, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Ez egy evangélium. Az új szövetség erről szól. Minél közelebb vagy Istenhez, Isten jelenlétéhez, minél nagyobb kenettel rendelkezel, minél nagyobb elhívással rendelkezel, minél nagyobb odaszállás van, és ez biblikus dolgokról beszélek most, annál nagyobb a felelősségünk. Akitől, akinek sokat adtak, attól sokat is fognak számon kérni. Minden azon múlik, hogy ezt a 10, 20, 30, 40, 50, 60 évet, amire Isten elhívott bennünket, ezt az Isten szentségében éljük meg, az Isten szolgálatában éljük meg, az elhívásunkban éljük meg, vagy pedig ilyen-olyan idegen tűzzel elszórakozunk 10, 20, 30, 40, 50 évig, amíg esetleg Isten megengedi. És az új szövetségben is láthatjuk azt, hogy például amikor Korintusban elég nagy problémák voltak, megszentségtelenítették az úrvacsorát, akkor azt olvashatjuk, Pál apostol is írja, hogy jó páran meghaltak a gyülekezetbe. Tehát Istennek az a szentsége, amikor megmutatkozik az övéi között, ez mindig Isten félelemre indítja az embereket. Itt is ez volt. Előtte ment a nagy halleluja, meg hellyehúja, örült mindenki a szent sátornál, amikor Istennek a tüze lecsapott, és nem sokkal később bekövetkezik a tragédia, és az egész nép megdöbbent. És akkor jöttek rá, hogy ez az Isten egy kicsikét még másabb, mint ahogy mi annak idején gondoltuk, vagy egyáltalán elképzelhettük volna. És igazából az evangélium ebben a mondatban van, hogy Áron pedig mélyen hallgatott. Áron meg se tudott szólalni. A Septuagintában a görög fordítás ott úgy hozza, hogy mélyen megrendült, egy ilyen nagyon mély érzelmi dologról beszél, de a héber szöveg egyértelműen arra utal, hogy teljesen megnémult. Azt mondom, hogy vagy a soktól, vagy a döbbenettől, nem tudjuk pontosan mitől, de Áron pedig mélyen hallgatott, és az, hogy ma a keresztény közösségekben és gyülekezetekben úgymond kevés ilyen tragédia történik, annak egy fontos és lényeges összetevője van, hogy van egy főpapunk. Aki nem Áron rendjéből való, hanem Melkizedek rendjéből. Aki folyamatosan közben jár értünk. Ő nem hallgat. Akármilyen mélyen vagy, akármennyire eltávolodtál az Úrtól, akármennyire úgy érzed, hogy neked már nincs egy reményteljes jövőképed, van egy Melkizedek rendjeki főpapunk. És azért volt rá szükségünk, mert Áronnak a fia is világosan bemutatták, hogy ez a fajta típusú papság a gyarlóságaival, a bűneivel nem fogja tudni az embereket közelebb vinni Istenhez. Távolról látni fognak egy szent Istent, egy megérinthetetlen, megközelíthetetlen Istent, akit azért lehetőleg jó messzire el kell kerülni, viszont Isten Krisztusban közel került hozzánk. Krisztus testé lett. És akkor Krisztus a földön járt, akkor bemutatta nekünk azt, hogy hogyan kell tisztelni az atyát szellemben és igazságban, hogyan kell kitartani Isten igéje mellett, megtenni azt, amit mondott, és nem tenni meg azt, amit nem mondott, amit például ez a két fiú is tett, és látni fogjuk, hogy itt a két fiúnak a holttestét ki kellett vinni a táboron kívülre, ezt maga Jézus Krisztus is megtett, amikor a táboron kívül szenvedett értünk. Ő saját maga ment ki, és vállalta azt, hogy meghaljon értünk, meghaljon a mi bűneinkért. Ezt olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél 12. rész 13-14-es versében. Ezért Jézus is, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet, a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Az ószövetségi papság nagyon be volt korlátozva a szent és a szent sátor körüli szolgálatra. Ki sem léphettek, a történetben olvashattuk, nehogy megszentségtelenüljenek, mert bármihez, most gondoljatok bele, ott van egy közel 2 milliós tömeg, kimegy mondjuk a két fiú, a megmaradt két fiú, kiviszik mondjuk a két testvérüket, elég, ha mondjuk egy olyan hölgyhöz hozzáérnek, aki épp a tisztulási időszakban van, vagy egy magfolyós férfihoz, vagy bármihez hozzáérnek, azonnal tisztátalanná válnak és meghalnak. Abban a pillanatban elveszítik a szentségüket és meghaltak volna. Ezért nem engedte Isten,
hogy a felkent papok kivigyék a holttestet a táborból, Krisztus viszont önként ment ki értünk. Magára vette az összes bűnünket, kiment a táboron kívülre, miért? Hogy megszenteljen bennünket. Hogy nem mi halljunk bele a bűneinkbe, hanem ő. Ezért nagyon fontos ez a történet számunkra is, és az Ószövetségi Papságnak az elégtelenségéről, és a Melchizedeki Papságnak egy fantasztikus előképét láthatjuk itt a papságnak a rendszerében, és ez volt nekünk is a nagy áldás, hogy Krisztus meghalt értünk a táboron kívül. És Áronnak nagyon érdekes volt, hogy nem csak megnémult, illetve hallgatott, hanem nem is gyászolhatott. Azért gondoljatok bele, hogy van egy hatalmas ünnepség a gyülekezetben, vagy valami, éppen ahogy mondtam, felavatják a sátrat, Istennek a tüze leszáll, és akkor Áron nem hogy hallgat, nem is gyászolhatta a gyermekeit. Ott kellett állnia, még egy könycseppet se hullathatott. Ugyanis ha a szöveget megvizsgáltak, akkor azt lehet látni, hogy ha Áron megsiratta volna a gyermekeit, akkor azt üzente volna ezzel a cselekedetével, hogy Isten jogtalanul ölte meg a gyermekeit, mert neki joga van a gyászhoz. De Isten nem engedte még meg ezt a dolgot sem. Aztán a történet végén kiderül, hogy azért voltak még itt pár eléggé problémás dolgok. Tehát ezt kell itt igazából megjegyeznünk, hogy az idegen tűz, amit bevitt ez a két fiú, Istennek az azonnali ítéletét vonta magára, és Istennek a szentségét mutatta be. Péter apostol szintén beszél erről, amikor azt írja, hogy elkezdődött már az ítélet, és az hol kezdődik? Isten háza népén. Tehát Isten mindig azokban kezdi el az ítéletet és a megítélést, akik hozzá közel vannak. De nem azért, hogy elpusztítson bennünket, hanem hogy megszenteljen bennünket. És ha bármilyen problémád van, van egy Melchizedeki főpapod, egy pap királyod van, Jézus Krisztusnak a személyében, akinek a kegyelem királyi trónusához mikor járulhatsz? Reggel 6 és 7 között? Nem. Bármikor mehetsz. Akármilyen lelki állapotban vagy, szellemi állapotban vagy, ilyen problémád vagy, olyan nyűgöd van, a kegyelem királyi székéhez most bármikor mehetsz. Még nyitva van az ajtó. Nagyon sokan, akik még nem ismerik az urat, azt hiszik, ők is a kis maguk idegen tüzét viszik, hogy én bérmálkoztam, én konfirmáltam, én még egyházi adót is fizetek. Viszik ezeket a kis pici emberi lángocskákat, de ezek idegen tüzek. Az igazi tűz a mennyből jön. Az igazi tűz a Szentlélek által jön a szívünkbe. És azzal kell szolgálnunk. Ez össze van keverve a kegyelemmel, a meghintés vérével, és ezzel kell nekünk is szolgálni, nem idegen tűzzel. És szeretnék most néhány alapelvről beszélni az idegen tűz kapcsán, hogy ezek a fiatalok mit cselekedtek, mit követtek el, és igazából, hogy hogyan is alakult ki ez az idegen tűz, és hogy mit tanulhatunk mi ebből, mert igazából ennek a történetnek a tragikumán túl azért látni kell, hogy nagyon komoly üzenete van Istennek a mai napra is, és ahhoz, hogy szentségben járjunk, az Úrnak az útján járunk, azért érdemes ezeket az alapelveket egy kicsikét úgy megvizsgálni az életünkben is. Nem lesznek egyszerű dolgok, azt sem mondom, hogy mindenki mindenben érintett ezekben a dolgokban. Lehet, hogy egyes dolgokban érintettek vagyunk, lehet, hogy egyes dolgokban nem. Itt a fiúk kapcsán lett felsorolva, illetve megemlítve ez a 6 dolog, ezzel szeretnék párhuzamot vonni, és megnézni azt, hogy mik azok a dolgok, amelyek segítenek felismerni azt, hogy van-e ilyen idegen tűz, vagy ilyesmi dolgok az életünkben, illetve hogy a egyik legfontosabb dolog bekövetkezzen, hogy amikor Krisztus előtt megjelenünk, Krisztus előtt megállunk, akkor nehogy megszégyenítsen minket az ő eljövetelekor, hogy az a tűz, amely majd a munkánkat meg fogja próbálni az ítélőszéke előtt, akkor ne széna, szalma és pozdolja legyen, hanem arany, ezüst és drága kő. Ezért fontos ezt a történetet megvizsgálni. Nézzük az idegen tűznek a forrásait. Az első ilyen probléma a főpaptól való függetlenség. A két fiú, ugye, ahogy mondtam, bevitték azt az áldozatot, amit nem kellett volna, és az azt jelentette, hogy függetlenítették magukat a főpaptól. Nem hallgattak se Áronra, se a másik szellemi tekintélyre, tulajdonképpen a népnek a vezetőjére, Mózesre, és ez az idegen tűznek mindig az egyik legfontosabb csirája, amikor a keresztények úgy kezdenek el bármit is tenni vagy szolgálni, amikor magukat függetlenítik Jézus Krisztustól. Tehát bármilyen olyan dolgot tesznek, amit nem Isten mondott nekik, nem Isten parancsolta meg, nem Isten hívta el őket rá,
semmi köze nincsen az ajándékukhoz, az elhívásukhoz, és azt hiszik, hogy majd ők szépen meg tudják csinálni ezeket a dolgokat, pedig Krisztus mit mond a János 15-ben? Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Szintén Jézus beszél arról az evangéliumokban, hogy az a palánta vagy plánta, amit nem az én atyám ültetett, azt ki fogják tépni. Krisztus nélkül nincsen gyümölcsöző szolgálat. Krisztus nélkül nincsen tüzes szolgálat. Be lehet vinni nagyon sok emberileg okos dolgot a szolgálatokba, de ha az ember függetleníti magát a főpaptól és a tekintélyektől, akkor idegen tüzet fog bevinni. És ma sok gyülekezetnek problémája ez, hogy szó szerint fejetlenség van a gyülekezetben, mert lehet, hogy van egy jól képű struktúra, van egy egyházi hierarchia, csak éppen akik ott a hierarchia élén vannak, nincsenek élő közösségbe Jézus Krisztussal. Nem a fő irányít, a gyülekezet nem Krisztus tekintélye és uralma alatt van, hanem mennek az egyházi programok, mennek az egyházi szokások, mennek a szertartások, látszólag minden jól megy, minden rendben megy, a vallásos dolgok működnek, csak éppen nincs benne Krisztusnak a kegyelme, Krisztusnak az áldása, a Szentlélek ereje, tüze, nincs ott benne, hanem emberi módon teszik ezeket a dolgokat. És szintén ebből következik az is, hogy Isten, amikor elkezd egy jó munkát, amikor Jézus Krisztus elindít egy dolgot, akkor azt mindig a tekintélyrend alapján teszi. Nézzétek, még a mennyben is megvan a tekintélyrend. A szellemvilágban is megvan a tekintélyrend. A földön is megvan a tekintélyrend az egyházban. Elhívott előjárók, presbiterek, pásztori, szolgálattevők, a szolgálatajándékok mind azért vannak, hogy Krisztusnak a főség alatt összehangolják Istennek a munkáját, létrehozzák azt a biblikus tekintélyrendet, amely alá az ember nagyon szívesen bemegy, nagyon szívesen szolgál, és amikor valaki lázadásból vagy dacból úgy dönt, hogy én kilépek ez alól a tekintély alól, én is tudom azt csinálni, mint a pásztor, én is tudok úgy prédikálni, mint XY, majd én is meg fogom ezt a dolgot csinálni, akkor mindig arra az útra lép, amelyben elkezdődik ez az idegen tűz az életében. Mert nem Krisztus a forrása. És a tekintély elleni lázadásban mindig benne van ez a dolog, hogy az ember elszakad Jézus Krisztustól. És éppen ezért jó volt hallani tegnap is, a látásnapon, meg a korábbi római levél szolgálata kapcsán, hogy Isten olyan jól össze tudja hangolni a szolgálatokat, össze tudja hangolni a munkákat az ő főség alatt, és akkor nincs olyan ember, aki azt csinálja, amit nem akar, valaki azt csinálja, amit szeretne, hanem mindenkinek az Istentől kapott elhívása szerint. És ha jól működik a dolog, jól rendezetten megy a dolog, még ha vannak is problémák, mert tökéletesek nem vagyunk, akkor is ebben Istennek az áldása van. De ha valaki, mint ez a Nádáb és Abihu, kimegy a tekintély alól, kimegy a papság tekintélye alól, konkrétan Krisztus tekintélye alól, elszakítja magát Jézus Krisztustól, a vele való közösségtől, annak nem lesz gyümölcsöző az élete, és idegen tüzet fog vinni magával. És viszi magával sokszor a szakadásnak a tüzét, viszi magával azokat a terheket és sebeket, amelyeket látszólag ő kapott, holott azok azért voltak, mert a saját vágyai és elképzelései nem tudtak megvalósulni. Jó, tehát ez az egyik fontos dolog, hogy mindig ragaszkodjunk Krisztusnak a főségéhez, ragaszkodjunk személyes életünkben és gyülekezet életünkben is, mert akkor így a gyülekezet is majd szépen Isten tüzében fog égni, és nem idegen tűztől fog majd megsemmisülni. Azt lehet látni most a nyugati kereszténységben is, illetve több országban egyre nagyobb probléma, hogy gyülekezetek halnak ki, semmisülnek meg, mert az is azzal kezdődött, hogy elkezdték bevinni az idegen tüzet, elkezdték a hamis tanítások tüzét bevinni, és a gyülekezetek szépen porrá égtek. Sokszor szó szerint a templomok is, de rengeteg gyülekezet szűnt meg, korábban erről már beszéltem is, hogy rengeteg idegen tűz által, és még hamujuk sem maradt mostanra. Semmi nyomuk nincsen. Az a gyertyatartó, amit Krisztus kimozdított, a szépen lángra gyújtott mindent, és elégtek az idegen tűzben. Pontosan azért, mert elszakadtak Jézus Krisztustól. A második ilyen probléma az arrogancia. Erre utaltam korábban, hogy átvették a főpapnak a szerepét, ők akartak bemutatni áldozatot a maguk módján, és azt hitték, hogy ők majd jobban fogják csinálni, mint Apuci, meg különben is ott van Mojse rabbi, aki már amúgy is több mint 80 éves, jó lenne már az öreget leváltani, meg lecserélni, majd mi jobban tudjuk, hogy kell Istent imádni és tisztelni, majd mi megmutatjuk a mi dolgunkat. Ez a fajta arrogancia, ez a fajta gőgös hozzáállás, ez mindig csirájában hordozza az idegen tűznek a kockázatát. Amikor nem tartjuk magunkat
a másikhoz képest, a másikat nem tartjuk különnek magunknál, vagy pedig olyan dolgok merülnek fel bennünk, hogy majd mi jobban értünk mindenhez, majd mi jobban tudunk mindent, és nekem is szomorú volt azt látni, illetve olvasni, hogy nagyon sokszor fiatal keresztények lenézik az idősebbeket, megkérdőjelezik a hitüket. Őszintén megmondva, én is találkoztam egy ilyen félig meddig keresztényen, ilyen fél gyülekezeti taggal, aki egy nagyon jó ismert pásztor testvérünknek a múltjával kapcsolatban mondott egy olyan dolgot, hogy ott majdnem szájon vágtam, nem sok hia volt, de visszafogtam magam, mert ott komolyabb bajok is lehettek volna, úgyhogy tűrtőztetni kellett magamat, de az, hogy tisztelni az előttünk lévő generációt, tisztelni az időseket, amit belefektettek egy gyülekezetbe, egy szolgálatba. Lehet, hogy nem csináltak mindent jól, biztos követtek el hibákat, lehet, hogy nem minden sokszor úgy ment, ahogy kellett volna, de a munkájukat, amit Krisztusért tettek, azért tisztelni kell. Független attól, hogy most milyen korban éltek, milyen korban voltak, a szellemi elődöket tisztelni kell. És a következő generációt is, amiről sokat beszéltem, szintén tanítani és segíteni kell őket abban, hogy a tekintélyhez, illetve a szolgálathoz azzal az alázat találjanak hozzá, amit jó esetben látnak a gyülekezetben a vezetőktől, meg a szolgálattevőktől. Hogy nem ők a valakik, meg ők a nagy emberek, hanem csak Isten egyszerű szolgálók, akik megkapták az elhívásokat, az ajándékokat, és szépen végzik a munkájukat. Egy ilyen kultúrát kell a gyülekezetben is felépíteni, ahol nem az arrogancia van, nem a gőgösség, nem a felfúvalkodás van, hanem mindenki szépen beáll a maga helyére, végzi a maga dolgát, végzi a maga szolgálatát. A harmadik probléma, emberi vágyak és elképzelések. Az igazi Isten tisztelet, illetve szolgálat az mindig Isten igéjén alapszik, és mindig Isten kijelentés alapján működik, ahogy korábban is volt erről szó. És mindig, amikor az emberi vágyak, az emberi elképzelések, az emberi ideálok vagy eszmék jönnek elő, akkor mindig felbukkan egy idegen tűz. Nádáb és Abihu azt hitték, hogy majd ők megreformálják ezt a Isten tiszteleti módot, majd onnan viszünk tüzet, ahonnan akarunk, majd akkor mutatjuk be a füstölő áldozatot, amikor akarjuk, majd ketten megyünk be a Szentek Szentjébe és Szentek Szentje elé, és nem egyedül megyünk be, nem a rendelt időben megyünk be, nem megtisztulás után megyünk be, majd mi kitaláljuk a magunk Isten tiszteleti módját, ezt nevez az új szövetség, amire korábban már utaltam, a maga választotta Isten tiszteletnek, és amikor ezek a dolgok belekeverednek, akkor bizony ott komoly problémák vannak. Felét, amit néhány dolgot, az egyik ilyen például ez az érzelmi buzgalom, amikor valaki nagyon fellelkesedik. Ha mondjuk egy tüzes prédikációt, vagy valami nagyon lelkesítő dolgot, és elhatároz, hogy akkor mostantól kezdve egy nagyon lelkes keresztény lesz. Csak az a probléma ezzel, hogy a érzelmi állapotunk azért elég hullámzó. És amikor valaki ilyen érzelmi hívő életre épít, az mindig bajba kerül, mert az érzelmek azért eléggé változatosak, eléggé változékonyak, és vigyázni kell arra, hogy nem lehet mindig fent lenni a hegyen Jézussal, mert milyen nagyon jó dolog, sátrat építünk, el vagyunk, amíg le nem zárul ez a korszak, hanem le kell jönni a völgybe. És sok hívő azért szeret fent lenni a hegyen, mert nem kell lejönni a völgybe. Mert ott feladat van, ott kihívás van, ott harc van, ott küzdelem van, ott odaszállás kell, az már nem kell. Csak a nap 24 órájában Jézussal fent a hegyen, még ha az Úr megsegít, mint Mózes, nem kell 40 napig se elni, se inni, még a rezsi is jól fog alakulni, úgy szépen el leszünk. A Biblia nem ezt tanítja. A lelkesedés az nagyon hamar ki tud hunyni. Szükség van a kétkezi dolgokra, szükség van a mindennapok harcaira, küzdelmeire. Pál apostol is mit mond? Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, nem egy helybe álltam, végigfutottam a hitnek a versenypályát. Volt egy célom, és amennyire tudtam, egy kisebb görbe kanyarokkal, de végig a célra tartva meg tudtam futni a pályámat. Mert nem az érzelmek vezették, hanem Pál szellemi ember volt. Isten szellem által vezetett ember volt. És akkor a Szentlélek azt mondta, hogy ne menj erre, nem ment arra. Ha arra menjél, akkor arra ment. Folyamatosan, nem idegen tűzzel, hanem a Szentlélek tűzével szolgált Isten népe körében.
És a fiatalok számára is fontos dolog látni ezt, hogy én nagyon örülök a fiataloknak, nagyon élvezem látni, hogy most növekednek az Úrban, kezdik szolgálni az Urat, többen megtérnek közülük, fantasztikus dolog. És nagyon jó látni a fiataloknak ezt a lelkesedését, segíteni is kell. És Pál apostol egy dologra figyelmeztet a vezetői dolgok kapcsán is, hogy a fiatalokat annyiban kell kordában tartani, hogy nagyon hamar nem szabad őket komoly pozícióba beemelni, mert felfúvalkodhatnak. Nagyon lelkesek, nagyon tüzesek, lóbálják a kis füstölőjüket, nagyon jó egyébként, teljesen rendben van minden, csak vigyázni kell, hogy az érettségükhöz képest, meg a lelkesedésükhöz képest, amit bemutatnak, nehogy túlértékeljük őket. Értitek, mit akarok mondani? Fontos a lelkesedés, a tűz, az oraszállás, nagyon-nagyon jó, csak mindenki úgy szépen, igazságban, szentségben növekedve, párosodva a lélek gyümölcsével nagyszerűen fel lehet készíteni a következő generációt. Aztán van az intellektuális lelkesedés, ez általában ilyen teológus gyülekezeteket szokott fenyegetni, amikor a lelkipásztor vagy az ige hirdetők nagyon magasan, nagyon magas színvonalon képzett emberek, akár több doktorival rendelkeznek, és ők általában az embereknek az agyához szólnak. Gyakorlatilag ilyen vízfejű gyülekezetet hoznak létre. Nagyon jól ismerik a hívők a Bibliát, rengeteg fantasztikus tudással és kijelentéssel rendelkeznek, de a szívük távol van Istentől. Ma a prédikáció nem érinti meg a szívüket. És az igazi prédikáció mindig az, amikor az embereknek nyilván valamennyi szól az értelméhez is, hiszen azért csak egy értelmes emberek vagyunk, de amikor az embernek megszólítja a szellemét, bemegy a szívébe Isten beszéde, és azt mondja, hogy Uram, ebben most változnom kell. Uram, ez most szólt hozzám, ezt most meg akarom tenni. Ez nagyon fontos, hogy egy prédikáció szívtől szívbe, hitből hitbe menjen, mert az igaz ember Isten általi hitből él. És vannak olyan keresztények, akik ugye ezek az intellektuális típusúak, nekem ez mindig egy óriási kihívás. Azt hiszik, hogy ha rengeteg mindent elolvasnak, rengeteg minden infót összegyűjtenek, és elkezdik azt csinálni, akkor működni is fog az életükben. Hát van egy rossz hírem, hogy nem fog működni. Mert nagyon sokszor, akik ezt a sok száz könyvet olvassák, illetve írják, azok tényleg a saját tapasztalataikat, az Úrral való közösségüket megosztják, de nem biztos, hogy neked is ugyanaz lesz. Tehát lehet, hogy ismeretben sok lesz, meg neked ez a legfontosabb, de Istennek sokkal fontosabb az, hogy a szíved hogy van. Sokkal fontosabb, mint hogy itt mi van, mint hogy itt. Én sokszor örülnék, ha itt lentebb egy kicsikét több volna, de hát ez mondjuk ez egy kicsikét ajándék szempontjából ez más kérdés. És szintén egy óriási probléma, nem szoktam nagyon sokszor más gyülekezetek ige hirdetését hallgatni, csak amikor úgy egy párba így bele szoktam hallgatni. Nagyon sokszor látom azt, hogy, és Rút könyve kapcsán beszéltem erről, az intellektuális prédikációkról, amelyekkel letetik Istennek a népét, Istennek a közösségét, mert a mai kereszténység kezd hozzászokni ez az információ típusú prédikációhoz. Mint a világban is. Információ, információ, információ. Holott teljesen a gyakorlati oldalra kellene több hangsúlyt fektetni, és az evangelizálásra, ami megváltoztatja az embereknek a szívét. És még egy dolog itt az emberi vágyak és elképzeléseknél, az egoista törekvés, szintén egy gonosz dolog a nap alatt, amelyet láttam, hogy nagyon sokan a kereszténységet a megtérésük után, illetve ha már kicsikét úgy régebb óta hívők, gyakorlatilag egy ilyen karrier központnak tekintik. Van egy látásuk, van egy elképzelésük, van egy álmuk, arra szeretnék a gyülekezetet formálni, úgy szeretnék a hívő életüket élni, de a középpontban mindig saját maguk vannak. Nekem hogy jó, nekem hogy kényelmes, nekem mi tetszik, nekem milyen dal kell, nekem olyan prédikáció, nekem milyen közvetítés, nekem olyan szék. Hát mindig a saját képükre akarják formálni a gyülekezetet, a közösséget, és ezek a keresztények gyakori előfordulásuk, amikor egy gyülekezetben nem tudnak így helyet kapni, akkor először elkezdik bomlasztani a közösséget, szakadásokat hoznak létre, és elviszik a gyülekezetnek sokszor egy-egy részét azért, hogy a maguk képére formálják majd azt a közösséget, amit látszólag az Úrtól vettek, és az Úr kijelentette nekik a nagy csipkebokorban, amely ugye nem égett el, de mégis ég, és akkor Isten majd meg fog őket jól áldani azon a helyen, ahova raktuk. Nem. Az új szövetségben nincs egoizmus. Egymást különnek kell tartani magunknál, egymás terhét hordoznunk kell, közösségben vagyunk. Nincs individualizmus az egyházban. Egymásra vagyunk utalva. Független attól, hogy milyen szolgálat van. Mindenki hozzátesz valamit a gyülekezethez, mindenki építi valamivel a közösséget, mindenki valamit hozzá tud tenni egy picikét,
hogy Isten királysága növekedjen. Nem tarthatod magad, és nem tarthatom én sem magamat különnek bárkinél. A negyedik dolog, közömbösség a szentség iránt. A két fiatal, ahogy a tűzről olvashattuk, hogy ez a Isten elől csapott ki, ez azt jelenti, hogy a képet is láttátok, ők egészen a szentek szentjéig mentek, és ha Isten nem állítja meg őket, akkor be is mennek a szentek szentjébe. Pedig a szentek szentje pont az a hely volt, a 16. rész második versében olvashattok is erről, amikor a nagy ünnepekről szó van, hogy a főpap is egy évbe csak egyszer mehetett be. Ez a két fiatal úgy gondolta, hogy mi majd megyünk. Majd, ahogy mi ezt kitaláltuk, majd mi szépen bemegyünk, és teljesen közömbössé váltak Istennek a szentsége iránt. És ma a keresztény gyülekezetek jó részét tekintve itt lehet látni a legtöbb idegen tüzet, hogy Istennek a szentségét teljesen háttérbe szorították. Kell a megáldó Isten, kell a halleluja Isten, kell a jóléti Isten, de a szentség Istene nem kell. Ez az egyik legnagyobb idegen tűzforrás jelenleg most az egyházban, és a két fiú ezt teljesen nem vette figyelembe. És az is érdekes, hogy ha megnézitek ennek a két fiúnak a cselekedetét, akkor azt lehet látni, hogy Istennek azt a szentségét, amelyet ő megmutatott, a saját szintjükre akarták levinni. Ők progresszív keresztények voltak mai értelemben, hogy Istennek olyan szentnek kell lenni, amilyennek mi akarjuk. Tehát nem Isten szentség a döntő, hanem hogy megmondjuk Istennek, hogy ezt meg kell engedned, ezt is meg kell engedned, meg ezt is szabad nekünk. E fölött már a szentség az már ugye nekünk nem opció, de Isten nehogy e fölé a szentség fölé menjen már. Laudícia kapcsán beszéltem erről, hogy Istennek a jelenléte, a szentsége, illetve a szuverenitását nem lehet elválasztani egymástól. Ez a két fiatal a maga képére akarta formálni Istennek a szentségét, Istennek a vezetését és Istennek az akaratát. Nézzünk néhány ilyen apróságot. Az egyik ilyen például a megalkuvásnak a tüze. Amikor igehirdetők is, illetve különösen egzisztenciális lelkipásztorok megalkudnak a bűnnel. Mert félnek attól, hogy elfogyik a gyülekezet, hogyha megmerinteni az embereket. Pedig most már az az időszak fog jönni a kereszténységben, akár baptista közösségben is, hogy a pásztorbotot elő kell venni. Olyan bűnök szivárognak már most befele az egyházba, amelyek meg fogják követelni a szentségnek a legmagasabb szintű megélését. És ez anélkül nem fog menni, hogy a megalkuvás terén nem fogunk engedni. Nem fogunk megalkudni, nem fogunk engedni Isten igéjéből. El kell határozni, hogy Isten igéje lesz a mérce, Isten szentsége lesz a mérce. És nem több és nem kevesebb. Nem a környezetünknek a véleménye. Aztán van a közömbösségnek a tüze, ez is jellemző, hogy nagyon sokan közömbössé váltak például a szolgálat iránt. Ha van itt elég sok tesó a gyülekezetben, minek nekem szolgálni? Minek odaszánni magamat? Minek eljönni gyülekezetbe? Teljesen felesleges. Nagyon sokan ilyen közömbösen állnak hozzá, a végidők egyik veszélye, hogy talán őrizője vagyok én a testvéremnek. Igen, őrizője vagyunk a testvéremnek. Lehet, hogy nem vagy bele olyan nagyon mély kapcsolatban, de imádkozni bármikor tudsz érte, hogyha problémája van. Ha szükség van rá, el is tudsz menni meglátogatni. Őrizői vagyunk egymásnak. Nem lehetünk közömbösek. Nem lehetünk közönösek egymás számára ebben az időszakban. És fontos az elszámoltathatóság. Minden szolgálat, ami működik egy gyülekezetben, fontos, hogy legyen elszámoltatható, hogy ki mit miért csinált, hogyan csinálta. És nem azért, hogy kioktassuk, vagy esetleg valami nagy okosságokat mondjunk, hanem hogy segítsük a szentségben. Segítsük abban, hogy növekedjen az ajándékban, növekedjen az elhívásában. Nem lehetünk ezzel kapcsolatban sem közömbösek. Aztán ugyanilyen probléma a szentséggel kapcsolatban, ahogy mondtam, nem a szentség evangéliumát hirdetik. Hirdetnek ilyen-olyan evangéliumot, mindenféle evangéliumot, de az az evangéliumot, amely Isten szentségéről szól, ami a megemésztő tűz, azt miért nem hirdetjük? Miért nem hallani prédikációkban felhívást a megtérésre, az újjászületésre, a bűnbánatra való felszólítás? Nézzétek meg az apostoli prédikációkat, az apostoli tanításokat. 8 fontos pontja van az apostoli prédikációknak. Az egyik pontja mindig az volt, hogy az embereket felhívták a megtérésre, a bűnbánatra és az Isten akaratának az elfogadására. Utána bemerítették őket, gyülekezett, stb. De ez elmaradhatatlan eleme volt az apostoli prédikációnak. Ma miért van az, hogy
100 prédikációból kettőbe hallatszik az, hogy maga a szó is, hogy Jézus Krisztus. Miért félünk kimondani ezt a nevet? Miért félünk attól, hogy Jézus Krisztust felemeljük és megdicsőítsük? Az Isten tisztelet gyülekezet nélkül erről már korábban beszéltem, és nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben is van egy ilyen szentségmérő, egy ilyen indikátor a gyülekezetben, ami úgy általában normál esetben jól megszokta mutatni egy gyülekezetnek a lelki-szellemi állapotát, ez pedig az úrvacsora. Nagyon sok hívő, akinek vaj van a fülén, és tudja, hogy nagy disznóságokat követel, az a jó esetben nem jön el úrvacsorázni, még az Isten tiszteletre se. Mert a bűnei távol tartják. És van benne idézőjelben még annyi istenfélelem, hogy legalább ítéletet nem eszik és iszik önmagának. Bár ezzel kapcsolatban is olvastam már olyan, mindegy, hogy milyen kommentárokat, akik próbálták kimagyarázni, hogy ez az ítélet, ez végül is ez nem is azt jelenti, meg ez a megvizsgálás nem is arra vonatkozik, meg ilyenek, tehát próbálták már itt is a bűnt szépen elkendőzni, de nem. Az úrvacsora az egy szellemi fegyver. Üzenet a szellemvilág felé, hogy én Krisztus vérével közösségben vagyok. És távozz tőlem, Sátán. És van egy élő reménység a szívembe. Ha bűn van benned, és esetleg így akarsz úrvacsorázni, akkor meg kell térni, de ne maradj el az úrvacsorától. Ez egy jó indikátor a gyülekezetben az úrvacsora kérdése, és még az imát szeretném itt megemlíteni, hogy nagyon sokan az imádságot ilyen manipulálásra használják. Kibeszélnek másokat ima közben. Nagy kidagadt halántékkal, ütőérrel, démonokat űznek a laptopból, tabletből, mindenből, mert éppen volt egy kis zűrzavar vagy valami. Különböző ilyen okkult dolgokat művelnek imádkozás címszó alatt, ott az egyik legszentebb tevékenység a Bibliában az imádkozás, igaz? Amikor odaszálljuk magunkat, az időnket, Isten keresésére, Isten akaratára, közben járunk Isten népért, Isten gyülekezetéért, jó illatú, füstölő áldozatot, a szentek imáit be akarjuk mutatni, azt nem lehet idegen tűzzel. Azt olyan szívvel kell, hogy ott akarok lenni, szolgálni akarok, szeretni akarom az Urat, és bemegyek a kapuin hálaadással, lerendezem a dolgaimat, és megyek a szentek szentje felé, megyek a kegyelem királyi trónusához, és Krisztussal való közösségben leszek. Dávidnak ez volt élete legnagyobb élménye. Leülhetett a Fridláda elé, és csak imádkozott. Mert ő Melkizedek rendje szerinti papságban gondolkozott. Papi szolgálatot is végzett Dávid. Miért? Mert Melkizedek után már ő jött ebben a sorban, csak éppen ugye a teokratikus berendezkedés, illetve a törvény uralma alatt nem tudta teljesen megvalósítani azt, amit az Új Szövetségben Krisztus megvalósít, mert ő előkép volt. De nagyon érdekes, hogy ugyanúgy gyolcsefódot viselt, mint a papok például, tehát sok hasonlóság van, de számtalan prédikáció volt már ezzel kapcsolatban a gyülekezetben. Jó, tehát ne legyünk közömbösek a szentség iránt, és a történet végén látjuk, hogy Izrael papjainak az egyik feladata mindig az volt, hogy különbséget tudjanak tenni a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között. Ez nekünk is a feladatunk, hogy mindig tudjunk különbséget tenni. Pál apostol ezt egy kicsikét kisarkítva úgy fogalmazza meg például, hogy minden, ami gonosznak látszik attól, őrizkedjetek. Például Pál apostol így fogalmazza meg ezt a dolgot. Már csak két dolog van. Ebben a melegben remélem még bírjátok. Az ötödik a szellemi vakság. A két fiatalnak itt a szellemi dolgokkal kapcsolatban elég komoly vaksága volt. Gyakorlatilag, amiket felolvastam eddig, ezek mind erre utalnak, hogy tulajdonképpen hiába kapták meg a kiképzést, hiába volt a felavatásuk, hiába volt a felkenetésük, minden ismerettel rendelkeztek, mégis valami oknál fogva a szellemi vakság állapotába kerültek, a tisztánlátás hiánya lépett fel, és nagyon érdekes dolog, hogy nem olyan dolgot tettek, amit Isten mondott és nem csinálták meg, hanem olyan dolgot tettek, amire Isten nem is kérte őket. Nagyon hangsúlyozza ezt az ige, hogy olyan dolgot tettek, amit Isten nem parancsolt nekik. Magyarul teljesen közömbösek és érzéketlenek voltak Istennek a dolgai iránt. A szellemi látásuk, a szellemi értékrendjük teljesen megvakult. És amikor nincs valakinek szellemi látása a gyülekezetnek, akkor mi történik? Mindig elvadul a nép. Fontos, hogy egy gyülekezetben legyen látás, ezért is jók a látásnapok. Mert tudjuk, hogy merre tartunk. Néha korrigálni kell, néha javítani kell, módosítani, ide egy ember, ott kettő kevesebb, ezt megszüntetjük, orrát csoportosítjuk, ezzel semmi gond, de van egy látás, van egy cél, van a gyülekezetnek egy elhívása, van egy küldetése, és ebben kell mindig megerősödnünk. Amíg Isten ezt nem módosítja,
addig ebben a látásban kell szolgálnunk és mozognunk, és amikor ezt a szellemi látást elveszítjük, akkor mindig csak a problémák vannak, mindig csak az űrök vannak, mindenki megy a saját feje után, mint ahogy látjuk most itt a két fiatal is elment teljesen egy maszek istentiszteleti irányzatba. És mindig látjuk az igében is, hogy Isten azt az istentiszteletet, azt a szellemi munkát áldja meg, ami az ő igéjére és az ő szellemének a vezetésére van építve. Az idegen istentiszteletet Isten nem áldja meg. Lehet nagy dúroktatásokat csinálni, fantasztikus fénytechnikát, meg mindenféle zenei dolgot, meg ilyen kivilágítást, meg még nagyobb szószéket, meg még jobb mikrofon, meg még jobb dolgokat, de a lényeg nem ezen van. Nem ezen van. Isten mindig azt áldja meg, ami az ő igéjén és az ő szent lelkének a vezetésén áll. Ha megnézitek az 1 Korintus 14-et a karizmák kapcsán is, ott is a Szentlélek munkájáról mondja az ige, hogy minden ékesen is jó renddel legyen. A Szentlélek az ékességnek és a jórendnek is a szelleme, ő ezeket a dolgokat rendbe tudja tartani. És végezetül pedig egy utolsó dolog, ez talán a legérdekesebb. A szövegösszefüggésből kiderül, hogy a sok probléma volt, láthattuk itt a fiataloknak az életében, hogy milyen sok forrása volt a idegen tűznek, de az egyik igeversben a szakaszban olvashattuk, hogy ekkor tiltja meg Isten Áronnak és a fiainak, hogy bort és részegítő italt szolgálat végzése előtt ne igyanak. Szövegösszefüggésből szinte 100%-osra vehető, hogy ebben a nagy ünnepi állapotban, amikor az áldozatokat bemutatták, nagy népünnepé volt a sátor körül, hát ezek a fiatalok egy kis murcival szottyoztak egy keveset, és valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy ez a szellemi ítélő képesség és a különböző dolgok felléptek náluk. Nem véletlen, hogy ugyanez a szellemi alapelv megjelenik az új szövetségi vezetőknél is, hogy például a presbiterekről, püspökökről írja az ige, hogy ne legyen részeges, ne legyen borívásnak a rabja. Tehát az új szövetségben is megjelenik ez a típusú abszisztencia a vezetők életében. Nem azt mondja, hogy ne igyon, hanem ne legyen rabja semmilyen ilyen dolognak. Tudjuk, hogy Timóteus is a gyomor problémái miatt egy kevés borral kellett élni, amit abban az időben gyógyszerként is használtak. És ezt a dolgot azzal kapcsolja össze az ige, hogy azért kellett józan állapotban lenni a papoknak, akik az áldozatokat bemutatták, ahogy mondtam, a léviták segítették, a papok mutatták be az áldozatot, hogy amikor Weiss bácsi vagy Grün viszi hón alatt a kis birkát és beviszi a oltárhoz, akkor meg tudják nézni, hogy sérült, feláldozható-e, elérte azt az életkort, amikor fel lehet áldozni, nincs-e valami akadály annak, hogy az áldozatként bemutatásra vagy elfogyasztásra kerüljön. És ha valaki ezt itt a állapotba teszi, akkor valószínűleg elmegy az apróbb részletek mellett is, és ezért Isten ebben megtiltotta. És az utolsó időkben ezt látom az egyik legnagyobb beszélnek, és hogy a végidőkkel kapcsolatban viszonylag kicsikét többet foglalkoztam az elmúlt időszakban is. Két dolog nagyon markánsan kirajzolódott előttem a végidők kereszténységével, amiről picikét már beszéltem is a antikrisztusi birodalom kapcsán, hogy két dolgot vesz elő nagyon az apostolok is és Jézus is a végidők kereszténységével kapcsolatban, és szinte mindegyik apostol, illetve Jézus is beszél arról, az utolsó időkben a józanság lesz a kulcsfogalom. Hogy józanok legyünk ebben az időben. A másik pedig az élet nehézségei, gondjai miatt a kereszténység egy másik része, az apostata kereszténység egy része elmegy a megmámorosodásnak az irányába, és egészen addig elmegy, hogy Babilon borából fog majd inni. És ez vízválasztó lesz. És ma már azt lehet látni a kereszténységen belül is, hogy vannak ezek a progresszív keresztények, ezek a haladó látású keresztények, akik már nem tesznek különbséget a tiszta és a tisztátalan között. Nem tesznek különbséget a szent és a szentségtelen dolog között. Elkezdik behozni a gyülekezetbe az idegen tüzet, elkezdik behozni a tisztátalan dolgokat, elkezdik behozni a szentségtelen dolgokat, és ha a vezetők és a pásztorok nem figyelnek erre, a gyülekezet vezetői elkezdik felgyújtani a gyülekezeteket, elkezdik tönkretenni a keresztény gyülekezeteket, elkezdenek tönkretenni szolgálatokat, elkezdenek tönkretenni közösségeket, Istentől való dolgokat kezdenek el felgyújtani, és lángolni fog a keresztény gyülekezetek többsége. Nyugaton ez már 10-20 éve zajlik, és látjuk a nyomát. Erre korábban már utaltam, és ezzel kapcsolatban kell azt látni,
Ma már azért Magyarországon is feltűnt, és egyre több helyen látom, hogy feltűntek a szivárványos keresztények is. Most már a homoszexualitást, illetve ezeket a LMBTQXY/Z gyök alatt kettő nemű dolgokat, már nem tudják igazából hova sorolni őket, most már ezt a keresztények maguk is mutogatják, teljesen tisztának tartják ezeket a dolgokat, szeressük egymás gyerekek, el kell fogadni mindenkit, Isten is szeret minden embert, senki nem fog úgyse a pokolra kerülni, és ahogy ezen gondolkoztam és imádkoztam, Szentlélek elém hozott egy igeverset. Azért volt érdekes, mert ahogy mai nap is még készültem a szolgálatra, általában sose szoktam elkészülni a felkészüléssel, mert mindig van egy lemaradás, és ezen az igeversen 3 óra hosszát rágódtam. És azért volt érdekes, mert legalább 2 Isten tisztelet kijönne ebből az igéből, de szeretném felolvasni, és most nagyon mély egzegézisbe, írási értelmezésbe nem fogok belemenni, de szenzációs. Ézsaiás 3:10. Arckifejezésük tesz bizonyságot ellenük, bűneikkel Szodoma módjára kérkednek. Nemhogy eltitkolnák, jaj lelküknek, mert maguknak szereztek bajt. Arckifejezésünk tesz ellenük bizonyságot, és úgy azonnal bevillant elém az a kép, hogy hány kereszténynek van ez a kis szivárványos arcképe, kitéve most a Facebookra. És kérkednek vele. És amikor megmerik őket inteni, vagy rájuk szólnak, hogy te figyelj, már elvileg te keresztény vagy, meg gyülekezetbe is jársz, jártál, vagy valami, hogy mered ezt megtenni? Ők vannak felháborodva. Szodoma módjára kérkednek a bűneikkel. A Septuaginta úgy fordítja ezt az arckifejezésük, tesz bizonyságot, hogy a görög ezt úgy adja vissza, hogy ez egy szégyen és egy gyalázat. Hát az, ami az arcukon van, a szégyen és a gyalázat. A végén odáig jutottam, hogy Ézsaiás a Facebookról profétál, de nyilván azért ilyen mélységbe nem mernék elmenni. De tényleg ez az arckifejezésük, tesz bizonyságot. Nagyon jól lehet látni, hogy egy kereszténynek például mi van a profilképén. Annyi mindent el tud árulni. Az egy élő bizonyság, mikor egy hívőnek rákattintanak a Facebook profiljára, látják, hogy mi van ott. Egy igevers van ott, esetleg egy kereszt, vagy valamilyen keresztény ének, vagy bármi, vagy pedig szépen a szivárvány, a pride, és ezek a dolgok. És az is nagyon érdekes a kérkedés szó. Szó szerint azt jelenti a héberben, hogy nyilvánosságra hozni. Valamilyen ügyet az emberek elé tárni. Ezt jelenti szó szerint ez a kifejezés. Így kérkednek ezekkel a dolgokkal, hogy nyilvánosan kiteszik ezeket a dolgokat, és a görög szöveg az pedig még érdekesebb, mert ugyanezt a szót használja, amit itt a fordításunk a kérkedés, a Jézus pere kapcsán hatósági feljelentés. Döbbenetes, hogy a kérkedésben az is benne van, hogy esetleg aki nem ért ezekkel a dolgokkal egyet, ugyanezt a szót használja a Biblia, hogy a hatóságnál való bemószárolásra is, a feljelentésre. Jézus perében ugyanezt használják, hogy Jézust beárulták, bevádolták a főpapoknál. Ugyanez a kifejezés van a görög szövegben. Hát nagyon érdekes profétikus szempontból is ez a történet. Hát azt kell látni, hogy ez a fajta típusú kereszténység, amely meg van bámorosodva most ettől a nyugati világtól, ettől a jóléttől, ettől a szabadságtól, ezt, hogy most már mindenkinek minden szabad, és ezért van az, hogy le van értékelve Istennek a szentsége, közömbösek vagyunk Istennek a valódi természete és tekintélye ellen, és megmámorosodunk a világtól. Mint ahogy ezek a fiúk is fizikálisan a részegítő italtól már mámorosodtak meg, ma sok keresztény el van ájulva magától, hogy ő mennyire haladó, ő már levetette ezeket a középkori dolgokat, ő már teljesen megvilágosult elmével látja ezeket a dolgokat, és ahogy az igen mondja, jaj annak, aki a jót a rossznak mondja, és a rosszat jónak mondja. Pont ez az időszak fog most bekövetkezni, és nekünk az a dolgunk, nekünk az a feladatunk, hogy az a tűz, amelyet megtérésünkkor, újjászületésünkkor kaptunk, amit ha még valami nagy disznóságot csinálunk, és a pislogó gyertya belett, nem oltja ki Krisztus. Miért? Mert melkizedeki főpapunk van. Nem ároni típusú főpap van. Nem csap le azonnal Isten, hanem ad lehetőséget a megtérésre, a megújulásra, és ott van az életünkben egy ilyen idegen tűz, egy nem Istentől való lelkesedés, nem Istentől való elhívás, akkor szakítsunk ezzel a gyakorlattal. Én is, ahogy készültem a szolgálatom, nagyon sok mindenben megítélte az Úr, és őszintén megvallom, volt egy pár olyan szolgálatom, amikor feljöttem ide a szószékre, végig az volt bennem, hogy mikor lesz már vége, mikor hagyom már abba. Nem volt benne teljesen a szívem. Úgy megszégyeltem magam, hála az Úrnak azért ez nem nagyon gyakori, de ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy
mikor lesz az utolsó szolgálatom? Melyik lesz az, amikor Isten azt mondja, hogy János, ez volt az utolsó? És mindig úgy készülne egy szolgálata, hogy lehet, hogy többet nem lesz lehetőségem. És ebbe az utolsóban mindent beleadni. A legutolsó cseppjét az ajándékomnak, az elhívásomnak, a tüzemnek, a szívemnek, mindennek. És minden szolgálathoz így állni, hogy lehet, hogy nem lesz több lehetőség. Mert vagy az Úrhoz kerülünk, vagy elragadtatunk, vagy éppen börtönbe leszünk. Az se lesz egyébként probléma, ha ott fogunk prédikálni. Az se érdekel. Legalább akkor ők is meghallják az evangéliumot. Készülni kell ezek a dolgokra is, de nem lesz probléma. Jó? Tehát mindig fontos, hogy vizsgáljuk meg az életünkben ezeket a dolgokat, hogy Isten szerint való tűz legyen. Arról a oltárról vegyük a tüzet, amit Isten gyújtott meg bennünk, ne külső forrásból. Ne használjunk gyufát, öngyújtót, ilyen öngerjesztő dolgokat, hanem az a Szentlélek tüze, az a pünkösdi tűz, amit elhelyezett bennünk a Szentlélek, mikor megtértünk, újjászülettünk, bemerítkeztünk szellembe, bemerítkeztünk vízbe, Szentlélek ereje betöltött bennünket, ez kell, hogy áthassa az életünket. És tegyünk az égő áldozati oltára, ahogy mondtam, ebben most tényleg nem megyek bele, azzal kezdődik, mikor bemész háladással, oda teszed a testet az oltára. Szánjátok oda ti tagjaitokat. Ezzel indul az egész. És aztán szépen menni befele, imádság útján, és megtisztulni. Fantasztikus az ige. Jó, tehát ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy mindig Isten tűzével legyetek telve. Ne engedjetek Isten szentségéből, és Isten igéje legyen az a mérce, amire azt mondjátok, hogy igen, és az, amire azt mondjátok egy dologgal kapcsolatban, hogy nem. Ne térjetek el soha Isten igétől és Isten beszédétől. És a végén bátorításul még egy igét szeretnék felolvasni. Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. A keresztények életében Isten emésztő tűze olyan, mint az égő csipkebokor. Ég, de nem ég el. A keresztényeknek így kell élniük az életüket. Ég bennünk Krisztus, él bennünk, és ég bennünk Istennek a tüze, Istennek a munkája, de nem elégünk, vagy nem kiégünk, hanem elégünk az Úr oltárán. Ez a biblikus emésztő tűz, ami élettel jár. És a szolgálatunk pedig kegyességgel és félelemmel, az egészséges Isten félelemmel, hogy tudom, hogy kicsoda az Isten, és tudom, hogy kicsoda vagyok én. És nem képzelem magam többnek annál, mint amire Isten elhívott, amire Isten kijelentette magát az ő igéjében, hanem elfogadom Istennek az ítéletét, elfogom Istennek a látását, elfogadom Istennek a véleményét az életemmel kapcsolatban, mert a célunk micsoda? A rendíthetetlen királyság. Itt a Földön országok, hatalmak, kormányok jönnek, mennek, ideológiák, izmusok jönnek, mennek, de van egy rendíthetetlen ország. Van egy rendíthetetlen királyság, aminek a tagjai vagyunk. Ez a mi elhívásunk. Ebbe kell növekednünk, ebbe kell megerősödnünk. És Isten azért adta ezt a tüzet, hogy ezzel a tűzzel végigfussuk a pályánkat. Hogy amikor oda megyünk, azt mondja az Atya, jól van gyermekem, kevesen voltál hű, sokra foglak bízni ezek után. Menj be a Te Urad örömébe. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.